Kedves nézőink, folytatjuk akkor a műsorunkat. Most egy egyetemre fogunk ellátogatni, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemre, Balázs Gábor segítségével, az Orzse helyettes rektorával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És elnézést fogok kérni a nézőktől, mert körülbelül másfél perc után hangos röhögésbe fulladnánk, már bocsánat, de magázódás kapcsán, úgyhogy inkább most maradunk a tegeződésnél ismerettségünk okán. Elsősorban foglalkoztat engem az az Orzse kapcsán, hogy az szépen ott van a belvárosban, Sejber Sándor utca, és bemegy az ember az épületbe, ez egy klasszikus, jó 19. századi épület, a maga, nem is tudom, hogy fogalmazzak, kicsit nyomott hangulatával, bármennyire is jó oda járni az embereknek. Ez egy modern világban hogy képzelhető? Tehát mennyire modern most az Orzse? Úgy gondolom, hogy nem az épület szabja meg, de ebben teljesen igazad van. Tehát, hogyha oda belép az ember, akkor először is le kell győznie azt a benyomást, hogy visszament a 19. századba, illetve tudni, a 20. század elejére. Nyilván én boldog lennék, hogyha nekünk lenne egy modern 21. századi oktatási épületünk. De az ember bármilyen realitásban meg kell, hogy találja a lehetőségeit. Tehát ezért mi próbálunk a régi kancsóba új bort tölteni, és nem pedig úgy, ahogy szokták, ugye, hogy a régi bor az új kancsóba. Hát nekünk ez most fordítva adatott meg, tehát igyekszünk egy új szellemiséget belevinni ebbe a régi épületbe. Akkor nézzük ezt az új szellemiséget. Mit akar az új szellemiség általánosságban, mivel kezdjük először így, aztán majd szűkítjük a kört, és nyilvánvalóan a legfontosabbhoz el fogunk jutni a rabbi képzésig, amiért ugye tudom, hogy te vagy a felelős. Akkor általánosságban mit jelent ez a modernség? Általánosságban tényleg azt próbálja meg az egyébként nemzedékileg is megújult vezetése az egyetemnek, ami egy teljesen természetes folyamat minden oktatási intézményben, hogy az egyik nemzedék elmegy egyszerűen élettani okokból, és utána jönnek fiatalabbak, akik átveszik. Számunkra a hálózatokban, oktatási hálózatokban gondolkodás. Nemzetközi hálózat. Tehát ja, ennek is nagyon igen. Fontos magyar oktatási intézményekkel is a kapcsolat, de valóban tekintve, hogy a zsidó kultúrának, a zsidó tudománynak a világa, az egy nagyon nemzetközi világ. A legkülönbözőbb országokban foglalkoznak akár magyarországi, akár 19. 20. századi magyar történeti kérdésekkel, magyar zsidó történeti kérdésekkel emberek. Hatunk egymásra zsidó közösségek, ezért valamennyien teljesen egyetértünk abban, hogy muszáj bekapcsolni az Orzsét abba a nemzetközi zsidó kulturális szellemi folyamba, amelyik létezik tőlünk függetlenül is, és idáig mi ebben talán nem voltunk kellően jelen. Most pedig jelentős részt ebben az is segít, hogy számos olyan, tehát kifejezetten keressük az olyan oktatókat, az olyan vezetőket, akik külföldön is tanultak, akik éltek külföldön, akik ismerik azt, hogy még milyen opciók vannak azon kívül, ami Magyarországon van. Tehát, hogy ezt is úgy képzeljük el, hogy itt a bölcs tanulás a más forrásokból. Egyrészt próbáljuk megőrizni a speciális magyarországi hagyományokat, de ugyanakkor szeretnénk ezeket frissíteni is, hiszen egy hagyomány megőrzés az mindig a hagyomány frissítését is jelenti. Jó, ugye az egyetem neve Országos Rabbi Képző, most ezt egyelőre még mindig egy kicsit elnapoljuk, zsidó egyetem. Számos olyan szak indult az egyetemen, nem most idén, már van jó ideje, amitre úgy felkapják az emberek a fejüket, hogy például okaért zsidó-szociális munkás. Tehát, hogy ez hasznos, csak hogy mitől zsidó egy szociális munkás, vagy mitől van zsidó-szociális munka? Hát erre speciál nem én vagyok a megfelelő ember, mert ez tényleg nem az én területem. Habermanzolit én javasolnám, hogy hívjátok meg erre az ügyre. Én nagyon nem szeretek beleszólni olyan dologba, ami nem az én területem, de azt gondolom, hogy a zsidó szellemi hagyománynak, a zsidó erkölcsi hagyománynak a szociális munka a szerves részét képezi. Tehát az, hogy a társadalmi felelősség, az, hogy a gyengébbek, a hátrányos helyzetűek segítsége,
erre épült a Kahal, a klasszikus zsidó közösségnek a jelentős része. Tehát ez a zsidó szellemi hagyománynak ezzel való foglalatosság az abszolút a része. Másrészt magyarul ne felejtsük el, hogy az angol címe szerintem jobb az egyetemnek az angol elnevezése, mert a University of Jewish Studies, tehát az, hogy az egyetemnek mit jelent a zsidó, mint jelző, én jobb szeretném, de magyarul nincs jó szavunk erre, hogy Jewish Studies, tehát hogy a zsidó tanulmányok egyeteme. Melyek azok a szakok, amik most mindig arra békérdezést még mindig hagyjuk egy kicsit, amelyekkel az egyetem tud, hogy mondjam, nagyot dobni? Akár hát, itthon is, és akár a külföldi hálózatokban. Ez egy hittudományi felekezeti egyetem, amelynek értelemszerűen a Jewish Studies része, tehát a judaisztika tanulmányok része az, amiben hozzá tud járulni a zsidó kultúrához és a magyar kultúrához. Ezen belül mi teljes képzési skálát tudunk adni. A judaisztika szaknak az új szakfelelőse, Komoróczi Szonya, és az új tanszékvezetője, Balog István, dolgoznak azon, hogy olyanná alakítsák ezt az egyetemet, vagy ezt a szakot, amelyik egy nemzetközi általános Jewish Studies BA, tehát ami megtalálható minden egyetemen, és itt is nagyon fontos lesz az átjárásnak a segítése. Ha van valami jó hozadéka a koronavírusnak, akkor az, hogy felgyorsult az együttműködés a különböző egyetemek között, a digitális oktatás, a virtuális kapcsolatok, mi beindítottuk ebben az évben 3 vagy 4 nemzetközi kurzusunk volt, ahol izraeli diákokkal, amerikai diákokkal, németországi diákokkal együtt tanultak a magyar hallgatók. Normál esetben ehhez el kéne utazni, most meg ezt mindenki a saját nappaliából tudja a különböző internetes fórumoknak köszönhetően megcsinálni. Tehát, hogy egyre könnyebbé válik az, hogy olyan kurzusok is eljussanak a Magyarországon lévő hallgatókhoz, akik közül sokan nem engedhetik meg maguknak azt, hogy külföldre utazzanak, amelyeket különböző egyetemeken kapnak. Teljesen megújult a zsidó művelődés történet és kultúra történet szak. Ott is beindult egy más típusú gondolkodás is, és ezek folyamatok. Tehát ott is arról gondolkodnak, hogy egyre több nemzetközi trendet bekapcsolni, ez egy mesterszak. És a doktori iskolánkra oda jelentkezett az elmúlt évben amerikai, német, izraeli hallgatók. Tehát, hogy a doktori hallgatóinknak egy jelentős része jövőre már nem magyarországi lesz, hanem külföldről érkező, külföldi témavezetőket be tudunk kapcsolni. Tehát ezzel, amikor megnyitjuk ezeket a kapcsolatokat, akkor sokkal változatosabb, sokkal izgalmasabb oktatási programot is tudunk adni, és hát tényleg lefedjük az alapszaktól a doktori képzésig. Kicsit ezt a koronavírus, ne hagyjuk el, mert kíváncsi lennék, hogy neked, mint tanárnak jobb az online oktatás? Nem, semmiképpen nem mondanám, hogy jobb. Vannak előnyei, és vannak nagyon komoly hátrányai. Egyrészt tényleg megnyit olyan lehetőségeket, amikre nem is gondoltunk, tehát el se tudtuk képzelni, hogy így is lehet. Tehát vannak komoly előnyei. Digitális oktatási tananyag fejlesztése. Egy nagyon komoly nemzetközi pályázatban vagyunk benne, ahol kifejezetten azt szeretnénk, hogy a korona után is megtartsuk a digitális oktatásnak bizonyos elemeit. Nagyon nagy segítség számos hallgatónak az, hogy nem kell bejönnie vidéki hallgatókhoz, aminek nagyon fontos. Egyébként a fővárosoknak is pontosan igaz. Így van. De hogy a vidékieknek végképp, az egy óriási segítség, tehát mi abban is bízunk, hogy ez megnöveli a hallgatói számunkat, tehát el tudunk jutni olyanokhoz, akik régen nem tudtak volna részt venni az oktatásunkban, mert nem tudták volna megoldani, hogy hetente kétszer följöjjenek Budapestre és beérjenek az egyetemre. És most tehát valamilyen módon mi mindenképpen meg akarjuk tartani a digitális oktatást akkor is, hogyha ennek a koronacsapásnak vége lesz. De ugyanakkor hát nagyon sok minden azért az oktatás az egy személyes kapcsolat. Az sem mindegy, mi is beszélgethetnénk most valami kamerán keresztül, igen, de mégis más, hogy itt ülünk. Világos. A témavezetés, a személyes képzés, lehet ezeket mind e-mailben meg kamerán keresztül, igen, nem kell mindig személyesen találkozni, de nagyon kell személyesen is.
találkozni. Nem szeretnék almát körtével összehasonlítani, de eszembe jutott, hogy van egy több egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény, és van egy, amelyik egy másik zsidó felekezethez tartozik, ahol olybá tűnik, mintha egy nagyon széles védasztalt kínálnának a hallgatóknak, most már köztük fognak kínálni, ha minden igaz, a következő tanévtől mindenféle zsidó tudományokat is. Az Orzse nem kívánja saját svédasztalát, hogy nem tudja a hely szűke miatt növelni, vagy a kínálatot növelni? De folyamatosan gondolkozunk azon, hogy mit lehetne olyat találni. Nyilván ennek vannak anyagi okai, másrészt nem szeretnénk elkezdeni valamit csak azért, hogy legyen. Ahogy te is kérdezted itt az előbb, gondolunk arra, hogy ez az egyetem mégiscsak, még ha nem is tökéletes ez az elnevezés, hogy zsidó egyetem, de mégiscsak ez egy felekezeti, hittudományi feladatokra akkreditált egyetem. Igen. Tehát nekünk ez az első számú küldetésünk. Ezzel együtt én nagyon szeretném, hogyha megtalálnánk azt a speciális kis különlegességet, amivel tényleg tudnánk bővíteni a kínálatunkat, amivel zsidóoktatás, de nem csak zsidóoktatás, hanem akár egy általános oktatást egy zsidó színnel bővítve. Tehát gondolkodunk ezen. Pilótaképzés nem lesz, mint hallom a másik, egyetemen van pilótaképzés, és akkor nézzük ezt a rabbi képzést is. Ha lehetséges, én csak a 45 utáni időszakig tekintenék vissza, bár érdemes korábbra is, de mégiscsak úgy a rabbi képző volt Közép-Európa nagy rabbi képzője. Ide jártak NDK-ból, Szovjetunióból, Csehszlovákiából, Romániából hallgatók. Most lehet valamilyen nemzetközi szintű rabbi képzést indítani, és akkor nézzük azt, hogy hova, milyen irányzathoz lehet és érdemes kapcsolódni a rabbi képzésnek. Én azt gondolom, hogy a magyarországi rabbi képzéssel kapcsolatban pillanatnyilag nekünk az első számú feladatunk az, hogy ezt a hazai környezetben oldjuk meg. Hosszú távon én nagyon szeretném itt is, hogyha bekapcsolódnának más egyetemekről, akár nyitott szemléletű ortodoxok, akár a neológia testvérmozgalmai, az amerikai konzervatívok, vagy az izraeli masszorti hallgatók, a mi hallgatóink is bekapcsolódnának az ő kurzusaikra. Ilyen szinten én nagyon erősen látom erre az igényt az egyetem vezetése részéről is, meg az én személyes igényeim is. De most pillanatnyilag ebben a percben számomra az első számú feladat az nem az, hogy külföldi hallgatókat hozzak, hanem hogy a meglévő hallgatóink számára nyissa meg a nemzetközi világot. A rabbi hallgatók hallgattak izraeli tanárképző szemináriummal, tanárképző főiskolával, hallgatókkal közösen héberül-angolul kurzus, németországi zsidófilozófia kurzus, szövegolvasó kurzus, folyamatosan keresünk, Dél-Amerikával van kapcsolatunk, Egyesült Államokkal, Izraelben más intézményekkel is, tehát nekem most az első számú célom az, hogy a mi hallgatóink lépjenek ki külföldre is. A második fázisba képzelem azt, hogy nagyon szívesen látnánk azt, hogy jöjjenek ide a térségből, vagy akár máshonnan is hallgatók, és váljanak a hallgatóink részévé, vagy akár az oktatói stábunk részévé is. Van olyan, hogy ideális hallgatói létszám a rabbi képzést tekintve? Tehát, hogy aki elvégzi a rabbi képzőt, az rabbi is, tehát aktív rabbi tud lenni valamelyik közösségnél. Én azt szeretném igazából, hogyha meghonosodna az a szemlélet a magyarországi zsidóságban, hogy attól, hogy valakinek van egy rabbi diplomája, nem kötelező rabbinak lenni. Igen. Tehát ez egy óriási érték egy közösségen belül. Amerika, Izrael, Anglia, ezek az országok, amelyeket én közelebbről ismerem a zsidó közösségeit, nagyon sokszor van olyan, hogy 5-6-7 rabbi ül egy zsinagógában, de csak az egyik a zsinagógának a rabbia. Uh-huh. De nekik is van rabbinikus képzettségük. Ez szerintem egy rabbira borzasztó ösztönzően, inspirálóan hat, hogyha egy másik szakértő is ül, vagy
több szakértő ül ott. Egész máshogy fog teljesíteni, egész más kihívásokkal kell szembenéznie akkor, jó értelembe vett kihívásokkal, hogyha szakértő közönség előtt kell beszélni, akik alkalomatán kijavítják, ami szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy egy rabbi tudja azt értékelni, ha kijavítják. Én egyetemi oktatóként is, én nagyon hálás vagyok annak, amikor kijavítanak a hallgatók, hiszen valamennyien emberek vagyunk, tévedhetünk, emlékezhetünk rosszul, és nincs annál inspirálóbb, mint amikor valaki a hallgatóságból hívja fel az ember figyelmét arra, hogy itt pontatlan volt, hogy itt hibázott. Nem akarok ötletet adni, de lehet azt is, hogy az ember szándékosan egyen hibát, hogy nézze, hogy a hallgatók mennyire figyelnek-e, pontosan. De ez csak egy gonoszság, de hát... Nem, ez egy nagyon jó pedagógiai módszer. Hát én ebbe őszintén hiszek. Jó, kell néha ilyet csinálni, tehát igazad van. Én szoktam ilyet csinálni, hogy időnként bedobok valami olyat, és figyelem, hogy lecsapnak-e rá. Figyelem, ez nekem is egy visszajelzés. Világos. Ha nem mernek szólni a hallgatók, hogyha akkor hibáztam, akkor én vagyok a hibás. Akkor én csinálok igaz. Valamit nagyon rosszul. Szeretném megtudni tőled, hogy milyen a te fejedben, milyen egy rabbi. Egy olyan rabbi, aki mondjuk most nem, idén nem fog, nincsenek végzősök, ha jól tudom, vagy vannak. Januárban lesz. Igen. Tehát, hogy aki kijön a rabbi képzőből, ő milyen rabbi? Mit tud, hogyan tud, hogyan viselkedik, stb. Igen. Az első számú üzenet az az, hogy egy rabbinak elkötelezettnek kell lennie az élet hossziglan tartó tanulás mellett. Tehát, hogy a Tóra tanulás az nem olyan, amit megkaptam a diplomámat, befejeztem. Hanem megkaptam a diplomámat, ez azt jelenti, hogy nem kell olyan dolgokkal foglalkoznom, mint szakdolgozatírás, ami elveszi az időmet, és mostantól a tényleg a Tóra tanulásnak szentelhetem magamat. Ugyanakkor a Tóra tanulásnak nagyon sok formája van. Én tiszta szívemből hiszek abban, hogy a Tóra tanulás kombinálható a modern tudományos szemlélettel. Ezek két aspektusa. Szükség van a hagyományos szemléletre, de arra is szükség van, hogy reflektáltan tudjunk viszonyulni a saját hagyományos forrásainkhoz. Tehát ez a kettő, ami intellektuális szempontból a legalapvetőbb. Igen. Emellett van egy nagyon fontos életforma beli elkötelezettség. Egy rabbinak elkötelezettnek kell lenni a halahikus életforma iránt. Nem csak tanítania kell ezt, élnie is kell ezt szerint. Most, hogy ennek mik a pontos részlete? Ugye, amikor azt mondom, hogy halahikus életforma, én egy keretről beszélek. Igen. Ezt a keretet, ha megnézzük a zsidó világot, ez nem magyar specifikum, ez egész zsidó világban. Ezen a kereten belül nagyon sok lehetőség van. Ez egy van. Tág keret, nem szűk. Ez egy nagyon-nagyon tág keret. Nagyon tág variációja van. Akár az ortodox világon belül, ha megnézzük, ez egy ilyen jó szlogen, hogy az ortodoxia, de megnézzük az ortodoxát, az egy családnév, egy nagyon-nagyon népes család, ahol a személy neve minden egyes személynek és minden egyes irányzatnak különbözik, és időnként a családtagok egymástól rettenetes nagy távolságban vannak. Tehát, hogy ez nem egy magyar, és nem a neológiának a specifikuma, hogy egy nagyon tág skálán mozog. De azt gondolom, hogy egy rabbinak muszáj, tudnia kell azt, és itt függ össze ugye az elméleti képzés után a gyakorlati életmódbéli dologgal, tudnia kell azt, hogy mindenre halahikus alapon tudjon választ adni. Az is egy válasz, ha azt mondja, hogy ez egy olyan parancsolat, amit én személy szerint nem tudok betartani. Ez egy elképzelhető válasz, de tudatában kell lennie, hogy mit mond erről a zsidó vallás jog, és annak rendszerén belül kell megtalálnia a válaszait. És aztán vannak olyan általánosabb világnézeti, amelyek persze szintén a gyakorlati élethez is kapcsolódnak, tehát olyan általánosabb világnézeti dolgok, mint hogy a zsidó teológiai képzés, ami a rabbi képző kezdeteitől fogva egy hiány volt. Tehát az, hogy egy gondolkodó 21. századi teológia őszintén szembenézni azokkal a kihívásokkal, amelyek a 21. századi közösséget, zsidó közösséget, a magyarországi zsidó népességet, tehát nem általában, hanem akik itt élnek, azokat foglalkoztatják, és ezekre kell megtalálni, nem nekünk kell kitalálni megint a spanyol viaszt, hanem kell ismerni azt az irodalmat, hogy
Izraelben, Amerikában, Angliában, más országokban, Németországban milyen válaszokat adnak erre a különböző zsidó közösségek, de szembe kell nézni olyan kérdésekkel, amelyeket kényelmes elkerülni. LMBTQ, nők helyzete, betérés, vegyes házasság, és ezekre, amit én próbálok, én nem azt akarom, hogy a hallgatók azok az én véleményemet fogadják el, sokszor ki se derül az én véleményem. Engem az érdekel, hogy megismerjék azt, hogy hol találják meg ezeket a forrásokat, és ezeket a forrásokat ők hogyan tudják egyéni módon értelmezni, milyen értelmezés az, ami valószínű értelmezés, milyen értelmezés az, ami kevésbé valószínű, milyen értelmezés az, amelyik reflektálatlan értelmezés. Tehát én ebbe látom azt, hogy egy igazán új szemlélet születhet, és emellé kapcsolódik az, hogy ebből le kell vonni a gyakorlati következtetéseket is, például az, hogy a 21. századi etika, az kötelez bennünket. És az, hogy a nagyon közel jövőnek az egyik célja, hogy legyen egy egyértelmű etikai kódex, amit elfogad az, aki rabbi akar ez lenni. Ez jó. Erre vannak minták, megint csak nem nekünk kell kitalálni, de az, hogy ezeket a mintákat hogyan dolgozzuk át, hogyan fogadjuk el, de elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ennyire fontos pozícióban, oktatási, vezetői pozícióban nincsen egy írott etikai kódex, ami egyszerűen segít az embereknek, útmutató. Nem lehet azon az alapon számon kérni, vagy hatékonyan nem lehet számon kérni, hogy ezt tudnod kellett volna. Vannak dolgok, amiket le kell írni, amiket világossá kell tenni, ezek a szabályok. Ha rabbi akarsz lenni, akkor ezen szabályok szerint kell viselkedned a közösséged tagjaival, a többi rabbival, a többi embertársaddal, más vallások képviselőivel, és mondom, vannak erre minták, ezen is dolgozunk. Világos, tehát mondhatjuk azt, hogy aki ír, olvas, beszél, ez ugye alapvető kötelesség egy végzett rabbi, annak felelőssége van. És ezzel a felelősséggel nem visszaír, hanem elsősorban élni kell. Igen. Ebben például nagyon nagy segítséget adnak nekem a rabbi kollégák. Én ugye szakfelelőse vagyok a rabbi képzésnek, ami egy szakmai munka, de olyan dolgokban én nem szólok bele, ami tehát azért dolgoznak rabbi. Az ők is úgymond belső ügyeik. Igen, hát meg én a rituális rabbinikus ügyekben, a rituális gyakorlatban, a magyarországi neológ közösségi gyakorlatban, ugye nem neológ zsinagógában járok. De ezt akartam megkérdezni igen. Még, hogy te egy ortodox közösségben igen, jársz, egy ortodox ember vagy, és mégis te felelsz a neológ rabbi képzésért. Csak azért, hogy tegyük tisztába, hogy segítsünk a nézőknek, hogy ez nem egy ilyen ördögtől való dolog, és nem arról szól, hogy nem állok szóba egymással, másképp gondolkodó, vagy másképp a világot másképp szemlélő emberek. Igen, nyilván én az ortodoxiának valószínűleg az egyik legnyitottabb válfajához tartozom. De én azt gondolom, hogy én minden olyan zsidóval tudok egyenrangú párbeszédet folytatni, akik elfogadják magukra nézve azt, hogy a zsidó jog az egy kötelező rendszer. Tehát nekem az egy nagyon fontos kritérium. Lehet arról vitatkozni, hogy kinek van igaza a masszorti konzervatív döntéshozóknak, vagy az ortodox döntéshozóknak. De addig, amíg valaki a zsidó jogrendszerén belülről hozza, addig az érveit, amíg valaki azt mondja, hogy én elkötelezett vagyok, tehát ennek normatív kötelezettségei vannak rám nézve, hogy ez a zsidó vallásjognak a törvénye, ez az isteni törvény bármit is jelentsen, ez nagyon sok mindent jelent persze a zsidó teológiában, hogy mit értünk azzal, hogy ez a kinyilatkoztatott isteni törvény. Nagyon széles skálán el tudom fogadni ennek az interpretációit, de ha átlépjük azt a határt, hogy azt mondjuk, hogy ez egyáltalán semmilyen értelemben nem kinyilatkoztatott, ez teljesen emberi, akkor azt gondolom, hogy ott van egy erős, egy éles törésvonal, és szerencsére a neológia egy olyan irányzat, ami ehhez ragaszkodik. Ezen belül, hogy valaki most ezeket a 19. századi kategóriákat, hogy neológia, ortodoxia, azon belül, amik úgy is borzasztó tagoltak, hogy hogyan alkalmazza, ez számomra nem egy igazán fontos kérdés. Világos. Azt szeretném még megtudni, hogy most ennek az új szemléletnek hány hallgatója van. Tehát hány olyan rabbi hallgató van most, akiről tudjuk, hogy már úgymond a
te köpönyegedből bújnak elő, és nem csak rólad van szó természetesen, hanem több így más van, oktatóról. Ez nagyon fontos, hogy nálunk ez az egész, ez egy csapatmunka. Így igaz. Én igazi csapatjátékos vagyok. Tehát én pontosan tudom regálni, és remélem, hogy pontosan tudom a korlátaimat, és nagyon igyekszem nem belecsúszni olyan területekbe, amelyek egyszerűen nem az én területen. Az örökölt rabbi hallgatókkal, vagy rabbi helyettes hallgatókkal együtt, a jelenlegi rabbi hallgatókkal együtt vannak olyanok, akik éppen felfüggesztették, tehát halasztottak, ezzel együtt van egy olyan 12 ember körülbelül. És ez a 12 ember, ha tud, most nagyon bulvárosan fogom kérdezni, csodát csinálni? Azt gondolom, hogy a csodák azok a zsidó hagyományban mindig alulról kezdődnek. Ha a Matityahu Hasmoneus azt gondolta volna, hogy egy ember nem tud csodát csinálni, akkor nem lett volna a Hasmoneus felkelés. Tehát én nagyon erősen hiszek abban, hogyha Rabbi Yohanan ben Zakkája nem hitt volna abban, hogy már pedig az ő maroknyi tanítványával csodát lehet csinálni, és meg lehet újítani a zsidó hagyományt, akkor már nem lenne zsidóság. Tehát én nagyon erősen hiszek abba, hogy jó vezetők, elkötelezett vezetők, a zsidó hagyomány szellemisége és gyakorlata mellett elkötelezett vezetők, azok tudnak csodát csinálni. És legvégül azt szeretném megtudni, mondtad, hogy legelsősorban azon gondolkozol jelenleg, hogy itthonra legyenek végzett rabbik. Ez akkor azt is jelenti, hogy egyelőre ezt a sokakat feszengető, zavaró kérdés, hogy egy papír, amit kapnak a rabbi képzőben, egy diploma, azt hol és miként hasznosíthatják a világban. Ezt engedjék el inkább? Mindig vannak, tehát pont azért, mert hogy ez egy nemzetközi rendszer. Igen. Diplomáknak lehet kiegészítését szerezni, tehát azért nagyon fontos, hogy elismert legyen nemzetközileg, és ismert legyen az orsa és ennek a rabbi képzése is, mert el tudok olyat képzelni, hogy valaki nálunk szerzi a képzését, és máshol avatják rabbinak. El tudok olyat képzelni, hogy valaki máshol szerzi a képesítését, és mi avatjuk rabbinak. Tehát, hogy el kell végezni bizonyos kiegészítő tanulmányokat. Tényleg azt gondolom, hogy az az óriási előnye a zsidó világ nagyon sokszínű mi voltának, hogy borzasztó sok lehetőséget megnyit azok között, akik részt vesznek a zsidó oktatásban. Nem mindenkinek kell majd Magyarországon rabbinak lenni, illetve olyan ember is lehet Magyarországon rabbi, aki nem itt szerezte a rabbi képesítését, de el tudjuk ismerni. Tehát én tényleg azt mondanám, hogy első lépésben nem úgy kell a rabbi képzőre jönni, hogy én már tudom, hogy X közösségnek én akarok lenni a rabbia. Ez nagyon jó, hogy mondod, mert szerintem ez maga a rémálom. Tehát ez innentől kezdve már az egésznek nincs értelme tanulásnak. És nem véletlenül fog oda járni 4-5-6 évet. Ez ott megváltoznak emberek, és az nem szégyen. Mindig mondom, hogy a következetesség az intellektuális szempontból nem erény. Én a 2 évvel ezelőtti Balázs Gáborral nagyon sok mindenben nem értek egyet. És nem azért, mert következetlen vagyok, hanem azért, mert nem ragaszkodom a korábbi véleményeimhez, hanem az ember folyamatosan újra gondolja, újra értékeli, és legfeljebb azt mondja, hogy most máshogy gondolom. Akkor tévedtem. Lehet, hogy most is tévedek. Tehát tényleg nem úgy kell rabbivá válni, hogy az ember már tudja az igazságot, és emellett az igazság mellett fog kitartani élete végéig, vagy már tudja a pontos céljait. Majd ez alakulni fog. Ez tényleg kialakul. Jó. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad. Amit a legutoljára mondtál, ezért kell ugye folyamatosan tanulni egy rabbinak, nem csak a rabbi képzőben, hanem élete végéig, hogy ne legyen következetes, hanem legyen következetlen. És hogy igen, vitassa meg a 2-3 évvel előtti gondolatait is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen a meghívást.